Nem kell lemondani a homolya Robertnek, mert nem áll fent összeférhetetlenség Lázár János szerint. A miniszterelnökség minisztere Simicsko István óvodai látogatása kapcsán viszont azt mondta, nem tartja helyesnek, hogy a politikusok gyerekeket vonjanak be a kampányba. 3,3 milliárd forintnyi uniós forrás visszafizetését javasolta az Olaf, mert szerintük homoja Róbert tevékenysége több uniós projekt kapcsán is összeférhetetlen volt. Lázár János viszont úgy gondolja, nem kell lemondania a fejlesztési tárca államtitkárának. Az összeférhetetlenség nem állt fönn a személyét illetően, jogi értelemben összeférhetetlenség semmiféleképpen nem mutatható ki. Egyetlen egy olyan dokumentumot alá nem írt, amelyet egyébként pályázati oldalon ő készített elő. A Stop Soros törvénycsomag kapcsán a miniszterelnökség minisztere a Kormányinfónál mondta, a társadalmi vitám volt javaslat arról, hogy Soros Györgyöt tiltsák ki Magyarországról, de ez nem célja a kormánynak. Harcba szállunk. Lázár János szerint Soros György embere irányítja az Egyesült Nemzetek Szervezetének migrációs politikáját. Ennek ellenére az ENSZ készülő migrációs dokumentumának vitájából mégsem lép ki a kormány, bár korábban ezt lebegtették meg. A tárgyalóasztalnál maradunk, és szövegszerű javaslatokat teszünk. A szövegszerű javaslatok mind az öt pontban a megfogalmazott elképzelésekkel ellentétesek lesznek. Lázár János elmondta, a jövőben támogatnák a napenergia elterjedését. Egyrészt azzal, hogy az energiaszolgáltatókat arra köteleznék, hogy a megtermelt energiát vegyék át a vállalkozóktól. Másrészt kedvezményes hiteleket nyújtanának. Kis kapacitású napelemparkot létesíthessen az a földműves, aki a saját maga által használt, vagy a saját maga által tulajdonolt földön létesíti ezt. Ő ehhez kapjon egy projektre csak kizárólag, kedvezményes fejlesztési banki hitelt, kapjon kedvezményes létesítési jogi föltételeket. Simicskó István szerdán egy energetikai korszerűsítés kapcsán óvodásoknál tett látogatást. Ezzel kapcsolatban is kérdezték Lázár Jánost. Ha valami hibát követett el, nyilván korrigálni fogja. Én általában nem javaslom a politikus társaimnak, hogy a gyerekeket bevonják, óvodás vagy iskolás gyerekeket bevonják a választási kampányba. Az LMP ennek kapcsán szerdán bejelentette, törvényjavaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy a politikusok ne kampányolhassanak oktatási intézményekben. Történt egy meglepő esemény is a kormányinfón, egy külföldi újságíró nem kapott szót. No, you, no, you order, room, a brit tudósítónak végül Kovács Zoltán azt mondta, ha nem adja vissza a mikrofont, kivezetteti a teremből. A miniszterelnökség ezzel kapcsolatos kérdésünkre úgy válaszolt, az újságíró a korábban jól bevált rendet felborítva, önkényesen ragadta magához a mikrofont és próbált megkérdéseket feltenni.